A korszerű nyílászárók beépítését, valamint a szigetelési munkálatokat végzik a szakemberek az Asztalos János utca 2-8 szám alatti panelháztömbben. Az elmúlt években már közel 1000 lakás újulhatott meg, ráadásul további nyertes pályázatoknak köszönhetően folytatódhat a panelfelújítás Félegyházán. Kapus Krisztián polgármester, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte, az önkormányzat a nehéz években is támogatta a lakók kezdeményezését. Nem csak itt folynak a felújítások, hanem folyik az Attila utca 1-3 szám alatti felújítás is, illetve két pályázat már nyertes, amelyeket ezek befejezése után kezdenek el. Ez pedig a Móra tér 5-6-7 szám alatti, illetve a Hollól László utca 13-27 szám alatti társasházak felújítása. Itt örömmel mondhatom el, hogy az elmúlt esztendőkben már közel 1000 lakás megújult, ami nagyon fontos, hogy az önkormányzat nehéz éveiben is mindig támogatta a lakók kezdeményezését, hiszen ez egy állami pályázat, a lakók részéről az önrész, illetve az önkormányzat részéről a támogatás. Az eddigi panelfelújítások értéke közel 1 milliárd forint, amihez 91 millió forintot az önkormányzat biztosított. Kapus Krisztián kiemelte, hogy a kormány rezsicsökkentésével és a felújításoknak köszönhetően jelentős megtakarításokat érhetnek el az emberek, ugyanakkor a beruházásnak köszönhetően megszépül a lakókörnyezet is. Azt hiszem, én az egyik olyan önkormányzati képviselő vagyok a területnek, aki a legtöbb lakossági fórumot tartja, sőt gyakorta azt is mondom, hogy nem csak lakossági fórumot tartunk egy körzetben, hanem szinte utcafórumot, hiszen egy-egy területnek, egy-egy utcának más problémái vannak. Itt is azt gondolom, hogy maga a beruházással kapcsolatosan eleinte még nehezebbek voltak, hiszen több súrolódás volt a kivitelező, a lakók, a közös képviselő között, de azt gondolom, hogy az évek folyamán, most már sokadik háztömb felújításánál járunk, egyre rugalmasabban, egyre gördülékenyebben mennek a dolgok, ami jó, hiszen azért említettem, azért csak van por, meg zaj, meg kellemetlenség, és azért egyre jobban tudják ezt a kivitelezők, illetve a lakók részéről is kezelni. Kapus Krisztián az eddigi városrészt érintő munkálatok kapcsán megemlítette a nemrég elvégzett fásítást, a szoborpark rendbetételét, valamint a lakótelepi fesztivál megszervezését. Félegyháza polgármestere hozzátette, rövidesen elkezdődhet a Bercsényi utca és a mezőgazdasági bolt közötti kerékpárút megépítése is.